Jó reggelt! Az orvosok, orvosjárátás, kórházak, stb. Nem értik az orvosok ezt az egész fejkvótát, semmi baj, ott a doktor Ára Ilona, ezért én, mint közgazdász hallgató, én mentem el letenni a hippokrátészi esküt, hogy ne legyen ez a stressz helyzet. Majd elmondom nekik, hogy mi a helyzet. Jó? Ne idegeskedjenek, ők ezt választották, ha nem ezt szeretnék, akkor majd közlik a vezérigazgatóra, jó? És akkor a szinergiától szedünk nekik egy csapatot. Nem kell idegeskedni, jó? Képzeljétek, nincs is olyan, hogy házi orvosi rendelő. Nincs. Van olyan, hogy klinika. Igen, az a klinikáknál vannak a klinikák, de egy pillanat. Elmagyaráztam mindenkinek, mert így van kialakítva a rendszer, hogy a kórházban alul az a sürgősségi ellátás. Oda kell mindenkinek bemenni a kórházba. De fölül meg van az ilyen-on orvos, meg ilyen szakorvos, meg amolyan szakorvos, meg a műtő, meg ilyen innyom-minnyom tálibe, tutálibe, málibe, nem? Tehát alul a kórház, az nem ilyen mászkálda, most sok ilyen ajtó van. Igen, oda kell beülniük a házi orvosoknak. Hogy lenne az házi orvosi rendelő? Oda ül a jegyző. Igen. Ami ki van írva, hogy házi orvos, azért van az a címer, azt le kell onnan szedni, és oda kell írni, hogy jegyző. Az a jegyzőnek a háza. Mindenhol. Vannak ilyen jegyzőházak. Vagy lehet írni, hogy okmányiroda, vagy adminisztráció, hogy nekem mindegy, hogy hívjátok, jegyzőnek is lehet hívni, oda kell bevenni rinyálni ilyen dolgokkal. Tehát én kizártnak tartom, hogy valami hülye tőlünk a piaristáktól ezt engedélyezte volna, hogy elmész a házi orvoshoz, onnan ide mész, utána ilyen labor, nem. Bemész a kórházba odalóra, és ha bármi gond van, mivel ott ül mindenki, szépen fölmennek a felső részre. Jó, tehát én teljesen felháborodva vettem tudomásul, hogy ekkora hülyeségek vannak. A kórházi pénzekről majd külön beszélgetek velük, mert ők választottak egy megoldást, és ezzel szerint nem is értik, hogy mit választottak. Szeretném ezt majd velük megvitatni, mert itt ezzel van egy kis problémám, jó? Tehát szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, egy másodperc, hogy be kell menni oda, igen, ott egy nagy recepciót kell üzemeltetni, ilyen hosszú pultnál 32 ember, két oldalon, vagy több sorba, mindenkivel kell foglalkozni, mindenkit el kell látni, aki meg humbugol, azt meg el kell küldeni a fenébe hazafelé, jó? Ilyen aranyosan. Én nem hagytam jóvá ilyen baromságukat, nem is így volt kitalálva a rendszer, nem lehet az embereket jobban balra rángatni, és ha valaki meg igenis beteg, vagy valami gondja van, akkor meg el kell látnunk, nem? A pszichológus, ha túl sok háziorvosi rendelő van, ki kell írni, hogy pszichológusi ügyfélfogadás, ők másért orvosok, vagy a pszichiáter is mehet oda, mert van ott gyógyszerszekrény. Ki lehet írni, hogy pszichiátria, ha nektek kell, mert nekünk nem kell. Én nem üzemeltetem, mint háziorvosi rendelő. Úgy neked külön, majd elmondom, hogy veletek mi van, mert ti nem tartottok a kórházakhoz, mert ti nem vagytok ideggyógyászat. Jó? Tehát az ideggyógyászat az egy másik dolog, az benn van a kórházban az ideggyógyász. Neked, Imre, ha kell, ez a pszichiátriai rendelő, van belőle egy csomó, nyugodtan vigyétek, vagy a pszichológus, jó? Vagy a jegyzőség, mert nekünk, én nem hagytam jóvá, a vezérigazgatónak is közlöm, mi azt nem fizetjük, mint házi orvosi rendelő, jó? Semmilyen szakorvosi, semmit. Vannak ezek a nagyobb ilyen egészségházak, azt meg kell beszélnem az orvosokkal. Jó, ma nem tudom, milyen tevékenység folyik, és azt meg kell beszélnem az orvosokkal, hogy ott mit csináljunk, mert szerintem az is adminisztrációs hely. Szeretném, ha visszülnének a modern kórházakba. Ott nagyon sok hely van, mert túl sok, mi ez, ilyen betegágy üzemel a kórházba. Nem is így volt kialakítva, az egész úgy rossz, ahogy van, mert meg fogom beszélni ezt az orvosokkal, jó? Tehát addig az Imrék gondolkozzanak, hogy kell-e nekik ez a háziorvosi rendelő, mint pszichiátria, ott tudnak gyógyszert tartani, megkartoték rendszert, meg mindent, vagy a jegyzőknek, ilyen kis hely jegyzőknek, jó? Vagy közjegyzőnek, vissza kell, hogy adjuk, de az a köztulajdona, jó, vissza kell adnunk. Bárki gondolkodhat, ilyen egészségházakat vagy intézményeket majd meglátjuk, mert ott nem tudom, milyen tevékenység folyik, és ha elmagyarázom nekik, hogy mit választottak, szeretném, hogyha reagálnának rá, hogy tetszik-e nekik, amit választottak. Tehát, egy pillanat, nagyon szeretném, ha nem össze-vissza élnétek ti ott. Jó, mert ezek azt se tudják, merre van előre itt. Itt én se tudom, merre van előre, itt azt se tudom, milyen intézmények vannak.
A magyar rendszert nagyon jól tudom, be kell menni a kórházba a probléma esetén, tessék visszarakítani az alsó részeket, recepciós, fogadóegységi, azt a rengeteg sok szobát tessék kialakítani orvosi rendelőnek. Amin nincs ablak, az egyértelműen nem orvosi rendelő, de senki nem mondta egyébként, hogy alulra kell beülni, mert ott van, mit tudom én, egy pár darab orvosi rendelő, tessék a felső szintekről kipakolni az ágyakat a picsába, de és oda nyugodtan föl lehet küldeni az embereket, jó? Egyértelműen pirat, ha nincs lift, akkor a sebészetet az alsó szintre kell tenni, ugye, mert törött lábbal elég ciki fölmászni a lépcsőn, csak szólok, segítenék, jó? Tehát oda föl lehet tenni ilyet, hogy nőgyógyász, vagy bőrgyógyász, vagy szemészet, jó? Tehát ésszel intelligensen, jó? Imrém, te meg gondolkozz, hogy kellene nektek ez a házi orvosi rendelőszolgálat, mert én nem tartom ezt fönn, jó? Nem is így volt megbeszélve, sem értem, minden házi orvos visszamegy a kórházba.